Calvin Nolma így néz ki, ám még másfél évvel ezelőtt 204 kg-ot nyomott. Amikor megnyugvásra, elfogadásra volt szükségem, mindig az étel után nyúltam. Az evéshez való rossz viszonyulásom miatt minden, amit Isten velem kapcsolatban tervezett, veszélybe került. A súlygyarapodás fokozatosan több év alatt zajlott le. Soha nem aggódtam igazán a termetem miatt, hiszen az emberek úgy is elfogadtak, nagy kolnak becéztek. De idegenektől teljesen más üzenetet kapott. A repülőgépen két biztonsági övvel tudtam csak becsatolni magam. Ha hosszú útra mentem, mindig amiatt aggódtam, hogy a mellettem ülő kényelmetlenül fogja érezni magát, mivel az ő ülésének egy részét is elfoglalta. Hogyan cserélte a 152 cm-es derékbőséget 91-re? A legnagyobb bátorság ahhoz kellett, hogy az ember őszinte merjen lenni saját magával és Istennel. Én is beláttam, hogy túlzottan szeretek enni, és segítségre van szüksége. Rendkívüli kitartással és imával Calvin gyökeresen változtatott életmódján, egészséges ételeket kezdett fogyasztani. A sült ételekkel teljesen felhagytam. Helyette sovány csirke húst és halat eszem. Ezzel a módszerrel másfél év alatt 97 kilót fogytam. Amikor vásárolni megy, hol kezdi a válogatást? A külső pultok mentén szoktam végighaladni, ugyanis amire szüksége van az embernek, az mind a külső polcokon található. A középső sorokban ritkán megyek. Vannak, akik egyáltalán nem szeretik a zöldséget. Ha jól tudom, ez önnek is problémát jelentett. Most mi a helyzet? Most már nagyon szeretem a zöldséget. Minél többet fogyaszt belőlük az ember, annál inkább megkedveli az ízüket. És mi a helyzet az édességgel? Gyerekkoromban állandóan volt otthon sütemény. Mindenki egy szeletet kapott, ám másnap reggelre a maradék is eltűnt, mert megette mindent. Szakítottam az édességgel. Ma Jézusé ez a hely. Mindig megpróbálom kitessékelni otthonról a jégkrémet. Ki is kell, így van. Calvin saját edzője segítette a kitartó és szakszerű testmozgás végzésében. Amikor belefogtam, csak sétálni tudtam. Az edzőm azt mondta, kezdjem napi 10 percnyi sétával. Először csak ennyit tettem. A következő lépésben aztán jött a futás és a súlyemelés. Most pedig itt ülök önnel szemben, és beszélgetünk. Calvin továbbra is keményen edz, annak érdekében, hogy megtartsa súlyát. Mi motiválja önt abban, hogy minden nap eljárjon ide? Nem olyan könnyen tudom rászállni magamat, de tudja, ez olyan dolog, amit muszáj megtennem. Életformámmá vált. Ha őszinte akarok lenni, egyáltalán nem szeretem ezt csinálni. Legalább őszinte. Igen, mert szerintem ez a kiinduló pont. Azt mondom mindenkinek, hogy ha csak 2-3 kilót fogynak 90 nap alatt, akkor az egy év alatt majdnem 10 kilót jelent. Calvin álma végre valóra vált. A napokban jelent meg az új albuma, Kezd el valahol címmel. Isten azt akarja, hogy győztes ember legyek. Hinnünk kell abban, hogy Isten valóban az, akinek mondja magát. Megkaphatjuk azt, amit kimondunk.